Az ideglenes busz megállók helyének kiválasztásáról egyeztet Bátaszék polgármestere, a Magyar Közút és a kormányhivatalhoz tartozó közlekedési felügyelet munkatársa. Ugyanis a napokban kezdetét veszi a Budai úton és a Szentháromság téren elhelyezkedő busz megállók felújítása. Bozsolik Róbert polgármester azt mondja, már korábban jelezte a Magyar Közút felé, hogy a bátaszéki buszöblök műszaki állapota egyre romlik, és szükségesnek találják a felújításukat. Néhány évvel jeleztük a Magyar Közút felé, hogy a bátaszéki buszöblök műszaki állapota egyre rosszabb helyzetben van, hiszen kikátyúsodik, és kezdeményeztük, hogy lehetőségeik szerint próbálják ezt a helyzetet orvosolni. Néhány nappal ezelőtt kaptuk a hírt, hogy még ebben az esztendőben erre úgy tűnik, hogy lesz lehetőség. Egyeztetéseket folytatunk a Magyar Közúttal, illetve a közlekedési vállalat illetékeseivel, hogy az építkezés idejére hol tudunk ideiglenes buszmegállókat kialakítani. Kérjük a lakosoknak a türelmét, hiszen ezek a munkálatok mintegy 60 napot fognak igénybe venni, hogy addig az ideiglenes buszmegállókat vegyék igénybe, ott folytassák majd a tömegközlekedést, és hát igyekszünk, hogy minél gyorsabban a közút bevonásával ez a beruházás be tudjon fejeződni. A felújítás során elsősorban a kátyús öblök térkövezését szedik majd föl és cserélik ki. Az önkormányzat kéri a város lakosságát, hogy a megnövekvő forgalom miatt a Szent István tér környékén körültekintően kellő óvatossággal közlekedjenek. Az építkezés várhatóan már ezen a héten el fog kezdődni, a hét második felében, és a kivitelező tájékoztatás alapján időjárás függvényében mintegy 60 napot fog majd igénybe venni. A beruházás teljes költségét a Magyar Közút Nonprofit ZRT viseli. Műszaki tartalmában az ő általuk meghatározott műszaki tartalom szerint fog megvalósulni a felújítás. A város önkormányzatának tehát nem kerül költségébe a felújítás.